Sziasztok és köszöntelek titeket a mai videóban, amiben itt van velem Betty. Sziasztok! Aki egyébként nagyon izgult, pedig nem kell izgulni, mert tök jó közönségem van így a YouTube-on, úgyhogy tényleg tök jó fejek lesznek, és imádni fogják hangot, ezt már most mondom. Bettyvel egyébként ma találkoztunk először, úgyhogy ezért is izgul egy picit, még egy picit én is izgulok, megmondom őszintén, mert azért egy első találkozásnál rögtön zenélni, ez mindig ilyen izgalmas. Mai videóban a bogis videókhoz hasonlóan egy picit most megcifráztuk, és TikTok zenéket, híres TikTok zenéket, felkapott TikTok zenékre fogunk kihúzni magyar dalszöveget. És a lényeg az ez, hogy aki még nem látta az előző videókat, hogy TikTok zenei alapokat fogok én játszani zongorán, Betty pedig kihúz egy magyar dalszöveget, például egy Flow the Flow dalszöveget, és arra a melódiára rá kell énekelnie a magyar dalszöveget, ami elsőre nem tűnik nehéznek, de egyébként nem olyan könnyű. Húz a dalszöveget. Jó. Úgy összehajtogattad. Na hát igen, így csinálja egy nő. Nem tudom, láttatok az előző dolgokat, így bele volt dobva, összegyűrve ebbe a kis DJ-os dobozba mindig a dalszöveg meg a melódi. Itt most szépen összehajtva van. Te már húztál? Igen. Húzok én is. Mit húztál? Olyan ő. Dance Monkey. Oké. Okay. Ez nem az volt. Játszom az alapot, és próbáljunk beszállni. Olyan ő, hogy megáll a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell odébál. Ő az útom, merre jár, abban nincs öreg. Nagyon jó, esküszöm jó. Egyébként a zseni volt. Egyébként szerintem ezt el is fogadom. Nem. Kajak jó volt, oké. Akkor játszom tovább. Na, nem szabad oda nézni. Oké. Okay. Meg vagyok, mit húztál? Margaret Island esély. Savage Love. Hogy van az eső, az a Margaret-től? Tényleg. Fú, ez nehéz. Ez nehezebb, mint amit a Bogival csináltunk. Bogi, ez sokkal nehezebb, mint amit veled csináltunk. Hello-tok! Kivisszom a töltöm, aztán hello-tok! Ha esik, testetesbe feledkezve, bőrigázva, szeretkezve, de végtelen, csak veled lenne a történet. Mennyik van még? Egyre jobban izgulok, mennyire. Jaj, de miért? De nem, egyre jobb, komolyan, egyre jobban kiengedett. Roxanne, üff. Bájoló. Jó. Ez nagyon nem illik össze. Oké, ez Jenny. Mi a bájoló szövege? Ezt is valahol hallottam tőled, nem? Igen. Fent van az Instagramon. Nagyon tetszett. Köszönöm. Komolyan. Végre jelvezett, de ez jó volt, nekem tetszett. Ez tetszett. Ez nagyon tetszett. Nekem ezzel szinte meg vagyunk. Van egy kedvenc kis verszakom, azt megpróbáljuk. Ugyanez az alapom? Nehéz.
Justin Bieber Intentions. Follow the flow of tavasz. Nem hangzik rosszul. Megnézzük, hogy milyen? Meghallgassuk? Aha, az angol. Jó. Jézusom! Ráfigyeltem, meg oda néztem, és mennyire elhozhatom a végét. Öt darab van még? Ja nem, négy. Három darab van már csak? Dua Lipa, Don't Start Now. Radicski, kivadon a túl. Dua Lipa. Úristen, esküdj velem. Hogy van? Csak egy nagyon picit a beledudat. Jó. Az agyamból összerakódott. Komolyan. Vadonatúj érzés. Vadonatúj érzés. Azaz. Ez jó volt, amúgy nem tudok észrevetni, de én viszont elrontottam ebbe. Oké, pofú, azt sem tudom, hogy kell érteni. Pankutya testvére. Zseni, nagyon jó. Ez a kedvenc TikTok zeném, ezt hallottam, ez mindig olyan, ja ez nem az, az másik szám. Ez mindig ilyen szerelmes tépnél van, nem? Ez a szám, ez a... Utolsó. 10,000 hours. A Punanitól az élvezet. Ó, mindkét számot szeretem. Betty Instagramját és YouTube-ját megtaláltok lent a leírásba, kövessétek őt Instán. Betty, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm.
aranyos, hogy ennyire izgultál, legközelebb már nem fogsz ennyire izgulni. Ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el követni Instagramon, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!